A mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Az úrvacsora szereztetési igéit a Máté evangéliuma 26. részének 26. és következő verseiből olvasom. Amikor ettek, vette Jézus a kenyeret, hálákat adván megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vette a poharat is, hálákat adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Tartsuk most is tükörként magunk elé Isten 10 igéjét, a 10 parancsolatot, és úgy csendesedjünk el, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartunk, mielőtt közösen imádkozunk. Mondok egy-két mondatot, vagy kérdést a parancsolatokról, és vizsgálja meg ki magát, hogy ebben a mögöttünk levő esztendőben melyik ellen hogyan vétettünk, hadd legyen egészen konkrét a mi bűnbocsánat kérésünk. Isten megmondta az ő népének, hogy rajta kívül senkit ne imádjon. Kit bálványoztam ebben az esztendőben? Nem lettem-e néha önmagam bálványává? Úgyhogy észre sem vettem. Nem került-e az élő Isten mellé vagy helyére valaki, valami foglalatosság, hobbi, aki ami elhomályosította őt. A dicsőség vágyam, a tetszeni akarásom nem lette sokszor bálványimádássá. Isten neve szent. Nem vettem el az ajkamra olykor hiába. Nem miattam káromoltatott-e az ő szent neve a pogányok között. Megszenteltem-e igazán és minden módon az ő nevét. Arra használtam-e a nyugalom napját, amire ő adta. Megszenteltem-e azt úgy, ahogy ő parancsolja? Nem voltam-e ebben a kérdésben nagyvonalú, vagy nem lettem-e törvényeskedő? Ha még élnek a szüleim, tisztelem-e őket úgy, ahogy azt Isten megkívánja, őszintén, szívből? Nem élek-e vissza segítőkészségükkel? Ismerem-e a hálát irányukba is? Kifejeztem-e ebben az évben úgy, hogy azt érthették is? Túllátok-e a gyöngeségeiken? Megbocsátottam-e azt, amivel vétettek ellenem, és bocsánatot kértem-e azért, amivel vétettem ellenük? Ölni sokféleképpen lehet. Jézus azt mondja, hogy haraggal is, szóval is. De lehet orvosi műszerekkel, agresszív gépkocsi vezetéssel is. Nem lapulnak egy gyilkos indulatok a szívem mélyén. Lassan is ki tudjuk készíteni egymást. Nem megyek-e valakinek az idegeire? Jézus tanítása szerint paráználkodni is sokféleképpen tudunk. Nem csak a házasságtörés tette, de a parázna gondolat, tekintet, a kihívó kétértelmű viselkedés, a kétértelmű beszéd, a tisztátalan fantáziálás mind beszennyez bennünket, és a házasságtörés tette is.
hány házasság tör és terhel ennek az évnek a végén. A lopás csírája is ott van a szívünkben. Nem lett-e jellemző rám a mohóság, az önzés? Hányszor loptuk meg az idén mások idejét? Nem loptuk-e meg mások bizalmát, vagy talán visszaéltünk azzal? És nem loptuk-e meg Isten dicsőségét? Nem került-e pénz tisztátalan úton a birtokunkba? Mit kell ma este ezen a téren megvallanunk? Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúságot. Mennyit vétettünk a beszédben. Mi mindent mondtunk másokról. Milyen könnyen ítélkeztünk. Mennyi hazugság, szeretetlen beszéd, hiába való beszéd, vagy elhallgatott bizonyságtétel vádol. Isten azt mondja, ne is kívánd. Milyen kívánságok mozgatják a cselekedeteinket? Nincs-e bennünk sokszor irítség, telhetetlenség? Nem kívánunk-e rosszat a versenytársunknak, egyáltalán a másiknak? Szabad kérnünk Isten lelkétől ihletett szent kívánságokat. Kész vagyok-e itt, most szívemből megbocsátani minden ellenem vétőnek, és kész vagyok-e hittel elfogadni Isten bocsánatát minden elkövetett bűnömre. Kegyelmes Istenünk, nagyon köszönjük, hogy itt tölthetjük ezt az órát. Köszönjük, hogy magad elé engedsz, annak ellenére, hogy minden parancsod ellen vétkeztünk, pedig nagyon sokszor nem is akartunk vétkezni. Tehetetlenek vagyunk a bűnnel szemben. Áldunk azért ma este újra, hogy te bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Köszönjük, hogy most is számíthatunk irgalmadra. Köszönjük, hogy itt hagyog előttünk ígéreted, hogy ha megvalljuk bűneinket, te megbocsátod azokat, és megtisztítasz minden hamisságtól. Köszönjük, hogy amit nem tudunk helyrehozni, bepótolni, kiigazítani, akiket már nem tudunk kártalanítani, akiktől nem tudunk bocsánatot kérni sem, te mindezt el tudod rendezni, és meg tudod bocsátani. Magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Kérünk, hogy tégy bizonyosakká minket most erről. Kérjük, hogy az úrvacsora egyszerű jelei hadd váljanak számunkra ige hirdetéssé, és hadd tudjunk örvendezni a kapott bocsánatnak. Hadd tudjunk örvendezni te benned, te neked, aki annak ellenére szeretsz, hogy ilyenek vagyunk. És hadd tudjunk bízni abban, hogy nem kell visszaesnünk a bűnökbe. Adj nekünk a bocsánathoz szabadulást is. Taníts minket tisztának maradni. Tölts meg minket önmagaddal, szent lelkeddel. Segíts, hogy a Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon. És hadd teremje életünk gazdagon a lélek gyümölcsét. Hadd legyen ránk sokkal jellemzőbb jövőre a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Köszönjük, hogy neked lehetséges ez a csoda. Így kérünk most alázatosan, részeltess minket, Jézus Krisztus, a te megtöretett szent testednek és kiontott szent vérednek érdemében. Amen. Megvallottuk a bűneinket.
valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A ti bűnvallásotok és hitvallásotok alapján hirdetem néktek Isten bűnbocsátó kegyelmét és az örök életet, amit megad a mi Urunk mindazoknak, akik ezt tőle őszinte hittel kérik, és hálásan elfogadják. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Akik így előkészültünk, járuljunk a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Természetesen nem kell mindenkinek úrvacsoráznia, aki itt van, viszont ezt a fél órát most különösen is javasolom, hogy töltsük imádsággal, vagy az énekeskönyv végén lévő alkalmas szövegek olvasásával, vagy ha van Bibliánk, egy-egy bűnbánó zsoltár olvasásával. Mielőtt imádságban hálát adunk Isten megújított kegyelméért, hallgassuk meg az ő igéjének az intését. Az Efézusi levél 4. részében ezt olvashatjuk. Vetkőzzétek le azért a ma régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt, és újuljatok meg a ti elméteknek lelke szerint. Öltözzétek fel amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, mondjatok igazat kiki az ő fele barátjának, hiszen egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezével azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi otthat beszéd a szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Minden mérgesség, és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, amiképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek. Adjunk hálát Istennek! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Köszönjük, Atyánk, hogy szaporítottad jó téteményeidet. Köszönjük a bűnbocsánat bizonyosságát. Köszönjük, hogy el nem fogy a te kegyelmed. És amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzire vetetted el tőlünk minden bűnünket.
segíts minket, hogy igazán fölfakadjon a hála a szívünkben. És ez a hála is adjon erőt ahhoz, hogy ne ismételjük az elkövetett bűnöket. Segíts megőrizni azt a lelki tisztaságot, amivel most megajándékoztál. Legyen a te igéd ebben az egész új esztendőben, ami ösvényünk világossága. Taníts minket mélyebben, őszintébben imádkozni. Taníts minket mindenben a te akaratodat teljesítenünk, mert te vagy Istenünk, és a te jó lelked vezéreljen minket az egyenes földön. Erősítsd a mi hitünket, mi pedig szeretnénk hűségesebb gyermekeid lenni a te dicsőségedre és mások javára. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adjon a mi Urunk mindannyiunknak olyan új esztendőt, amelyikben jobban fölragyog rajtunk az ő dicsősége, és mindenre használhat bennünket, amire akar. Kísérje az ő gazdag áldása mindannyiunk életét. Örüljetek az Úrban mindenkor, a ti szelíd lelkűségtek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.